Megérkezett a második Bója is különítmény, az ötödik A-osztály másik része. Sziasztok, köszöntünk itt titeket. Sziasztok, jöhet egy nagy hangos szia, nyugodtan hadd hallják, hogy... Sziasztok! Ah, ez az, no, hát ez az. Ébred a csapat. És hát ilyenkor szoktuk megnézni mi itt 9:30 után, hogy milyen események köthetőek a mai naphoz, de hogyha bárkinek bármilyen hozzáfűzni valója van, természetesen majd egy bemutatkozást mellékelve várunk is tőletek. Például kezdjük is rögtön egy olyan eseménnyel, ami a mai naphoz köthető, és szerintem nagyon sokan ismerő, vagy nagyon sokaknak ismerős lesz ez a név. 120 évvel ezelőtt pontosan megalakult az FC Barcelona együttese. Igen. Nagyon sokan ökölbe szorított kézzel. Nos, hát ki az, aki szereti a Barcelonát, és szurkol nekik? Sok-sok kézfelnyújtás. A többiek reálosok, gondolom. Lehetséges. Mit játszott legutóbb a Barcelona? A Bajnokok Ligájában valaki? 3-0-es Dortmundot. 3-1 lett, nem? 3-1 lett, így van. Nos. A hosszabbítást már nem nézte. Hát igen, igen, az már. De a 3 Barcelona gól. Ki a jobb játékos a Barcelonában? Messi. Messi a legjobb. Ez egy ilyen költői kérdés egyébként, tehát amikor már tudjuk a választ, de mégis feltesszük a kérdést azért. És mit szerettek a Barcelonában? Aki mondjuk szurkol neki, egy bemutatkozás? Szép a játéka. Lehet? Egy gyere, gyere közelebb. Vagy illetve... Szép a játéka. Aha. Hát igen. Mondjuk ezzel nem tudok vitatkozni. Ez teljesen biztos. Más valaki esetleg még, aki hozzászólna? Papának, mamának, anyának üzenni valamit, bármit. Így van. Tudták egyébként a szülők, hogy jöttök ma ide hozzánk? Nem tudták. Nem nagyon. Nem nagyon? Nem mondtad el otthon? Hát, hogy mondtam, hogy leszek, nem tudja hol hallgatni. Aha. Ja, értem. Hát akkor majd ezt úgyis eljutatjuk ezt a felvételt, és akkor meg tud hallgatni titeket. Aztán nézzünk még néhány eseményt a mai naphoz kapcsolódóan. Például 217 évvel ezelőtt született Wilhelm Hauff német író és meseíró, a kis Muk, nem Vuk, a kis Muk története. Muk története. Nektek? Mond valamit? Nem? Nem, az igaz. Én is lemaradtam róla. Az igaz. Annyira kicsi ez a Muk, igen, hogy észre se vettük. Aztán 90 évvel ezelőtt történt, hogy először repülték át a déli sarkot, tehát a déli sark fölött először repültek át. 1929-ben ti egyébként a repüléssel, hogy álltok? Nem a déli sark fölött természetesen, bár nem tudom. Életemben nem repültem. Még nem? És ki repült már? Van aki. Milyen volt? Szuper volt, talán én is szerint is szuper volt. Óriási. Ugye? Felejthetetlen. Ez tényleg olyan. Annyira szép látványod a fentről. Hát igen, mondjuk én is, csak én más miatt én tériszonyos vagyok, úgyhogy nekem annyira nem. Egy másik nagyon-nagyon híres futballista 77 évvel ezelőtt született, egy bizonyos Dunai Lajos, olimpiai bajnok labdarúgónkról van szó. Nem tudom, hogy Dunai Lajos neve, aki a focit szereti, azoknak nem igazán cseng ismerős át. Egy másik korszak legendás játékosa volt, és hát térjünk ki akkor rátok, hiszen már itt vagytok egy jó 10 perce a Campus Rádióban, kicsit körbevezetett Balázs titeket, hogy tetszik eddig a rádió? Eddig nagyon jó! Oh. Micsoda lelkesedés! Mi tetszik benne? Az egész. Ja, maga a stúdió. A stúdió is. Hát igen, itt szoktunk mi egy pár órát eltölteni minden reggel, és egyébként beszélni, és elmondani, hogy milyen események köthetőek. Akár a mai naphoz, akár utakkal kapcsolatos információkat elmondani. Ki az, akinek esetleg már korábban is tetszett a rádiózás, vagy hallgatott rádiót? Még Ranárnő is felnyújtja. Ah, mindenki! Meg sem kérdezem, hogy melyiket, mert egyértelmű szerintem, hogy a Campus Rádiót. Van még, aki esetleg szeretne pár mondatot mondani, akár magáról, a suliról, például, ugye a Bójaiból érkeztetek. Igen. És mondjatok egy pár szót a sulitokról, például, hogy hova milyen jártok oda? Be, milyen oda bejárni. Hosszú az út. Te ott azért pillanatok alatt elterik az iskolai nap. Mert meddig kell, vagy meddig vagytok benn? 4-ig. 8-tól 4-ig? Igen. Mit a felnőttek? Igen. Attól függ, hogy ki nap közés. Aha. És a hazajárósok mikor végeznek? Hát attól függ, hogy hány órán van. Az is izmos azért. Hát ma azért jobb napotok van, ez emlékezetes lesz szerintem. Ma nincs is tanítás. Igen. Voltatok egyébként más helyeken is, vagy ti most idejöttetek, de mondjuk tavaly? Igen, az egyetemben.
az egyetemet is megnéztétek. Igen, igen. Két részbe kellett osztanunk, azért mi kevesebb vendégre vagyunk berendezkedve, úgyhogy nem féltetek volna be itt egyben. Minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattatok hozzánk, és hát reméljük, hogy akkor majd néhányotokkal pár év múlva akár még munkatársak is lehetünk, és itt találkozhatunk, mint hírszerkesztők, műsorvezetők az FM 90 Campus Rádióban. Legyen úgy, érez valaki ilyet magában? Láttam itt egy kis magamra mutogatás, már nem rám, hanem hogy magatokra mutattatok. Szeretnétek ilyesmiben foglalkozni? Igen. Van esély rá. Jó, szerintem is. Szerintem is. Pont ezt mondtam az előző csapatnak, hogy ugyanilyen korban voltam, amikor eldöntöttem, hogy ezzel akarok foglalkozni. És hát az ez lett. Azt kérdés, hogy meddig, de ez egyelőre így van már egy pár éve. Nagyon szépen köszönjük tehát, hogy ellátogattatok hozzánk, és akkor még egy jó nagy hangos búcsúzást kérünk tőletek. Sziasztok! Ez az, sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen mindenkinek!